Különböző termelőktől vásárolt nagy mennyiségben kukoricát, repcét, búzát egy szlovák cég nevében az a két férfi, akiket most különösen nagy értéket meghaladó adócsalással gyanúsítanak a NAV pénzügyi nyomozói. Az ár ugyanis az Európai Unió helyett, mindössze Pécsig, onnan pedig belföldi vásárlókig jutott el. Az uniós ügyletnek álcázott beszerzéskor a termelőknek nem fizettek áfát, eladáskor azonban bruttó értéken számoltak. A jelentős forgalom dacára a felszámolt áfát a cégvezetői nem vallották be. A nyomozás eddigi adatai szerint ezzel mintegy 110 millió forint adóhiányt halmoztak fel. A cég két vezetője előzetes letartóztatásban van. Az elcsalt adó és az ahhoz kapcsolódó bírságok megfizetése mellett akár 8 évi börtönbüntetésre is számítaniuk kell az elkövetőknek.